Minden dolog, aminek kezdete van, véget is ér. Elérkeztünk hát a történetünk végéhez. Nézzük végig gyorsan a film sci-fi rétegét. Lázadóink tehát eléggé összezuhantak. Kiderült, hogy a profécia nem igaz. Ráadásul, ha csak valami csoda nem történik, Zion lerombolják, a Matrix összeomlik, és ezzel minden a Földön élő ember elpusztul. Nem túl pozitív kilátásaikat ráadásul tetézi, hogy megváltójuk, Neo, valahol van. Se nem a fejében, se nem a Matrixban. Végül ráakadnak a Matrix és a gépek világa közti köztes állomáson, és a kimaradhatatlan bunyó, szadomazó buli és könyörtelen alkudozás után kimenekítik őt. Átadja Neót, vagy mind meghalunk, méghozzá itt és most. Bár ez a film szintén két órás, ebben a rétegben az igazat megvalva nem sok érdemi dolog történik. Neo még konzultál egyet az orákulummal, aki elmondja neki, hogy nem csupán az emberek, de a gépek világa is veszélybe került a rendszer szintű anomália, azaz Neo miatt. Ugyanis ahogy az ő ereje egyre nő, az egyenlet, amelyre a Matrix épült, megpróbálja kiegyensúlyozni magát, hiszen egyenlet, és ez végül nem csupán a Matrixot fogja romba dönteni, de a gépek világát a forrással együtt. Nyilván az egyenlet másik fele Smith ügynök, aki vírusként terjed a programokon belül. Neo rájön, hogy mi a megoldás. Miközben ő és Trinity meg annyi kalandon és izgalmon keresztül menve eléri a gépek városát, a közben Ziont és lakosságát látványos és végtelen hosszú csata jelenet keretein belül írtják a gépek. Neo végül alkut köt a főgéppel, hogy megküzd Smith-tel és visszatér a forrásba, hogy az általa hordozott kóddal újraindítsa a Matrixot. Végül rájön, hogy az egyetlen módja, hogy ezt megtegye, az, hogy törlődik. Hiszen, mint az orákulum azt már elmondta neki, a programok, amelyek törlésre lettek ítélve, visszatérnek a forrásba. Ezzel Neo győzelmet arat, és a gépek és emberek békében élnek egymással, míg ismét össze nem akasztják a bajszukat. Lássuk hát az allegórikus és spirituális réteget. Ehhez kicsit elő kell vennünk az előző részeket is, hogy egészében tudjunk ránézni a képre. Mint azt a korábbi elemzésben már említettem, mind a három film egy-egy kérdést vet fel. Az első a mi kérdést, a második a miért kérdést, a harmadik pedig a hogyan. Tudjuk, hogy az illúziók világában élünk, rájöttünk, hogy miért, most pedig azt kell kifundálni, hogyan juthatnánk ki tévképzeteink végtelen köreiből. Ezen a ponton kifejezetten felületesen belemennék a filmek szimbolizmusába. Csak azokat a motívumokat emelném ki, amelyek visszatérően megvannak mind a három részben, és ezzel bizonyos tudatállapotok közötti hasonlóságot mutatnak meg. Tulajdonképpen mindhárom film már a legelején tisztázza az irányt. Ahogy szépen beleveszünk a Matrix számainak és betűinek végtelen kötfelhőjébe, az első két részben egy körön keresztül reppenünk be. A kör a világ mindenséget, a tökéletességet, az egységet, egészet szimbolizálja. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a forma körülhatároltságáról sem. Ezzel már a filmek első perce megsúgja számunkra, hogy többről van itt szó, mint csupán egy lövöldözős, csihipuhi akciófilmről. A harmadik filmnél a világunk körülhatároltsága megszűnik. A kör megtörik, az út felfelé vezet eddigi tetteink, hiedelmeink meghaladása felé. Minden rész elején a legelső képen, ahol megpillantjuk főhősünket, ő éppen alszik. A tudatosság éppen pihen. Bár a tudatállapotok részről részre emelkednek, a felébredettség itt mégsem érkezett el. Sőt, ezen a ponton a teljes bénultságba csapott át.
Rájöttünk, hogy illúzióinkból kilépve csupán egy újabb illúzióvilágba érkeztünk. Tévképzeteink száma bizony végtelen. Látszólag nincs menekvés. Mindig ugyanabba a pontba térünk vissza. Amilyen erővel kitágult a tér körülöttünk, már-már az egész univerzum és minden hatalom a kezünkbe került, most minden beomlott, és ismét egy szűk, ismerős, mégis ismeretlen hely foglyai vagyunk. A saját tudatunk foglyai. És itt jön el a pont, ahol rájövünk, hogy nincs kiút, nincs kifelé út. A pont, ahol megfagyunk, és a teljes mindent megbénító reménytelenség rabjai leszünk. Nincs kiút, tehát egyetlen irányba lehet menni, befelé. Ismét itt az ideje, hogy visszatérjünk a szeretethez, az együttérzéshez és a törődéshez. Ez az egyetlen módja, hogy valóban kilábaljunk ebből az állapotból és folytassuk utunkat. Imáron nem magunkért, másokért. A másik fontos, az egész trilógián átívelő szimbólum, nos hát, az etetés. Vegyél sütit. Cukorkát? Az arcomat még én sem ismerem föl a tükörben, de a cukorkát szeretem. Elsőre kérdés nélkül, bár kételyekkel elfogadtuk, amit szellemi vezetőnk kínált. Főleg, hogy az édes volt, jól hangzott, nem kellett felelősséget vállalnunk, hiszen valaki megmondta a tutit. Másodjára már kérdéssel, de bizony még mindig megettük a nyalánkságot. Maga már tudja, mit fogok felelni? Bocsék, jós lennék, ha nem tudnám. De ha már tudja a válaszomat, akkor mégse én döntök. Nem azért jöttél ide, hogy meghozd a döntést, azt már meghoztad. Azért vagy itt, hogy megértsd a döntésed okát. Az utolsó lépés a szellemi autonómiában, mikor készen állunk. Már nem szép szavakat várunk, már nem azt várjuk, hogy valaki megmondja nekünk, mit és hogyan csináljunk. Nem, köszönöm. A hárítás minden burka lehámlik rólunk, és felvállaljuk a felelősséget. Felvállaljuk, hogy azt, ahova jutottunk eddig, saját nem tudásunk, saját önbecsapásunk vezette, és ezek szükségesek is voltak, hogy az illúzióink falai leomolhassanak. Én voltam. Ekkor állunk készen. Ekkor tudunk valóban egyenlő szinten kommunikálni szellemi vezetőnkkel. Azt hiszem, most ideje megtudnom még néhány dolgot. Én is azt hiszem. Ekkor állunk készen szembenézni az igazsággal. Keressük hát vissza, mit is jelent az, hogy önbecsapás. Már nagyon jól tudod, mit fogok mondani. Nem én vagyok az. Sajnálom, fiam. Ki mondta ezt ki? Bizony Neo, és nem az orákulum. De főhősünkben ez hogyan tudatosodott? Nem én vagyok a kiválasztott. Az orákulum ezt is megmondta. Hát nem csodálatos az elhárító mechanizmusaink működése? A tagadás a legkiszámíthatóbb emberi reakció. Mit is hárítunk el minden ponton? A felelősséget. Nem én vagyok a kiválasztott, én itt nem befolyásolhatom a dolgokat, és egyébként is. Ő mondott mindent, ő volt az. Lássuk hát, mi a tudatos ember reakciója. Segített ide jutni, de a kérdésem az miért? Hová tart ez az egész? És mit csinál az ego? Pusztít, bekebelez, és mindent a magáénak akar. Még mindig. Szellemi vezetőnkkel való legelső találkozásunkkor már becsaptuk magunkat. Egy vezetőt kerestünk, aki tökéletes és mindent tud, lehetőleg mindent jobban nálunk. Egy tökéletes személyt, akinek megvannak a válaszai, és vezet, és segít. És nem voltunk hajlandóak elfogadni, hogy bizony ő sem tökéletes. Mit is hallottunk meg abból, amit eddig ő mondott? Tudom. Mit reagál az ego a totális illúzióvesztés közben? A minden tudó orákulumot nem lehet meglepni. Hogy is lehetne, hiszen mindent előre tud. Talán tudta, hogy jövök, de lehet, hogy nem. Megmerjük-e hallani, hogy... Nem tudom. Tudott-e? A nem tudó tudat. A spirituális keresés alapja. Mikor megszűnnek a berögzült válaszok, és megjelennek a kérdések. Mikor a megszokott sémák helyett végre elindulhatunk a keresés útján. Ezen a ponton jelenhetnek meg a valódi válaszok is. Mikor befelé figyelünk, és végre hajlandóak vagyunk ránézni a valóságra éppen úgy,
éppen olyan nyersen, ahogy az van. A spirituális út valódi igazságára. Mit akarsz? Békét. Áldozatra van szükség. Az ego művelete, hogy mást áldoz fel, mást próbál elpusztítani. Az együttérző tudaté, hogy önmagát. Értsük meg, hogy itt nem egy fizikai áldozathozatalról beszélünk, bár kétségkívül az is egy működő rendszer. Itt az énségünk, saját önös érdekeink és mindazon illúzióink feláldozásáról beszélünk, amik énné álltak össze. Mindezt tesszük egy nagyobb jó érdekében. Nem a győzelmet keressük, hanem a békét. Csak ebből a műveletből születhet meg egy valóban új ember, egy valóban új rendszer, egy valóban új világ. Amíg ezt nem tesszük meg, minden csak ismétlődik a végtelenségig.